Az időjárás sem riasztotta vissza azt a 14 csapatot, amelyek részt vettek az idei Dőri Lecsó Fesztiválon Dombóváron. Egyesületek, szervezetek mérették meg tudásukat. Mindezelőtt pedig egy szerződés is megkötetett a fesztiválnak már évek óta nevet adó Dőri család és Dombóvár város részéről. Jelen voltak az 1912-ben Dombóváról létesült konzervgyár igazgatói elnökének a leszármazottjai is. Számunkra ez egy nagy megtiszteltetés a családnak, hogy itt őrzik és ápolják az emlékét, úgyhogy ennyi, és nagyon örülünk neki, igyekszünk majd minden alkalommal eljönni és részt venni rajta. Nagyon szépen köszönjük, hálásan, és hát ez inkább az ősöknek elismerés, gondolom. Remélem, hogy rendes emberek voltak. Egyiket se ismerem, úgyhogy nem tudom, képen láttam őket, de remélem, hogy rendes emberek voltak. Mint minden fesztivál, ez is összefogással valósulhatott meg. Elsősorban a vállalkozó egyesület állt oda, akik ezt a rendezvényt most már évről évre megtartják, illetve anyagi támogatást is nyújtanak. Ezen túlmenően néhány vállalkozó is segít ebbe, és ami nagyon fontos, hogy a civil tanács és a sporttanács is aktívan közreműködik, hiszen a mozgósításban ők vesznek részt. Nyilván ilyenkor baráti társaságok jönnek össze, sajnos az időjárás nem fogadott kegyeiben minket, hiszen előzetesen 29 csapat jelezte a részvételét, ez a szám ma felére fogyott, de hát nagyon remélem, hogy akik itt vannak, nagyon jól fogják magukat érezni. Többek között a dombóvári székelykör tagjai is részt vettek a gasztronómiai eseményen. Ugye ennek olyan titka van, hogy ahogy sikerül, mert egyébként a székelyeknél a lecsó az inkább a zakuszka a menő, azt tudjátok, hogy nagyon sok helyen csinálják a jó zakuszkát. Ez most azért lesz székely lecsó, mert székelyek főzik, de semmi extra nincs benne. Füstölt szalonna, hagyma, füstölt kolbász, paprika, jó minőségű paprika, paradicsom. És ízesítve finoman. A zsűri az elkészült lecsó ízét, színét és a terítést is értékelte.